Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ma szeretnék beszélni a bibliai proféciák és az Isten ígéreteinek a megvalósulásáról, illetve hogy hogyan gyakoroljuk a hitünket az Isten ígéreteiben. Ugye a kezdő igénk az a Péter apostolnak a második levelében van, a harmadik fejezetének a harmadik és negyedik verszaka, ugye azt mondja, hogy tudván először azt, hogy az utolsó időkben csúfolódók támadnak. Ezt néztük meg az előző alkalommal, hogy ez mit jelent, hogy kik azok a csúfolódók, akik, vagy cinikus emberek, akik a saját kívánságaik szerint járnak. És most, ugye a kilencedik verszak pedig azt mondja, hogy ami második tudnivalónk az, hogy nem késik el az ígéretével az Úr. Tehát az ígérettel nem késik el az Úr, tehát az, hogy visszajöjjön, és folytassa tovább azoknak az ígéreteknek a megvalósulását, amire mi azt mondjuk, hogy az utolsó időknek az eseményei. Azt mondja itt, hogy amint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr értünk, mert nem akarja Isten a szeretetéből fakadóan, hogy némelyek elvesszenek közülünk, hanem mindenki megtérésre jusson. És én erről szeretnék beszélni, hogy mit jelent az, hogy nem késik el az ígérettel az Úr. Ugye Istennek sok ígérete van a Bibliában. Viszont ugye sokszor az ígéretek megtétele és az ígéretek megvalósulása közötti időt, azt nem mindegy, hogy hogyan töltjük. Nem mindegy, hogy elveszítjük-e a hitünket közben, mert mondjuk nem látjuk, hogy Isten valamit is cselekedne abból, amit ő megígért, és cinikusak leszünk, vagy hitetlenné válunk, és kételkedni kezdünk Isten szavában, mert nem látjuk és nem tapasztaljuk annak a megvalósítását, amit ő megígért a Bibliában, vagy pedig továbbra is hűségesen kitartunk ezek mellett, és megtapasztaljuk a végeredményét, az, hogy tényleg Isten állja a szavát, és ő megbízható, hűséges Isten. Tehát akármivel is vagyunk most, tehát úgy, hogy akármivel találkozunk az életünkkel, és kihívások lehetnek az életünkben, egyet biztosan tudhatunk, hogy Isten hűséges a szavához, garanciát vállal az ő beszéde mellett, és ő biztosan és ténylegesen be akarja teljesíteni az idejét, az ígéreteit, és annak az idejét, amikor ő gondolja az időzítésben azt, hogy megtegye, elérkezett annak az ideje, hogy megtegye. Ugye, ha csak azt nézem, hogy Isten ígéretet tett Ádámnak és Évának rögtön a bűnbeesés után, hogy az asszonynak a magva rá fog taposni a kígyó fejére, és le fogja győzni a kígyót. És ha azt nézzük, hogy hogyan készítette elő Isten az ígéretének a megvalósulását, tehát ez körülbelül egy ilyen 4000 éven keresztül az emberiség történelmében, és megjelent Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt, beteljesítve Istennek az Édenkertben tett ígéretét, miközben Éva, amikor megszülte Káint, akkor azt mondta, hogy nyertem férfiat az Urat, ugye, eredeti héberbe így is lehet fordítani, hogy ő már arra számított, hogy a Káin lesz az asszonynak a magva, úgymond, aki legyőzi a sátánt, és rátapos a kígyónak a fejére, miközben Isten pedig sok-sok-sok évszázadon, illetve 4 évezreden keresztül előkészítette proféciák révén
az utat arra, hogy ki lesz, mikor fog megjelenni Jézus, hogy fog megszületni Jézus, melyik városba fog megszületni Jézus. Tehát előkészítette a terepet, melyik vérvonalban, tehát az emberiségnek melyik vérvonalában fog megszületni az Istennek a fia, a megváltó. Tehát ezt mind előkészítette, és újabb kijelentéseket mondott el, ugye ez végig lehet követni az Ószövetségben, amíg megszületett az ő fia. Tehát mit látunk? Az, hogy Isten tett egy ígéretet, és utána előkészíti az ígéret megvalósulását, hogy megtörténjen a csoda. De az előkészítésben viszont idő fog eltelni, és az ígéretnek az ideje, és az ígéret megtétele, tehát amikor Isten kimondta az ígéretét, aközött viszont egy meghatározhatatlan idő van, amire persze mi azt mondjuk, hogy Isten minél hamarabb cselekedje meg az életünkben, viszont Isten meg azt mondja, hogy mindennek rendelt ideje van, és előkészíti az ígéretének megvalósulását. Egy biztos, hogy Isten nem hazudik, amit ő ígér, azt ő meg fogja valósítani, és hogy ő szava hihető Isten. Tehát miközben várakozunk az ígéret megvalósulására, eközben a hitünket ebben kell megerősítenünk, és el kell magunktól vetnünk a hitetlenségeket, a kételkedéseket, a cinizmust, és várni béketűréssel és hittel az ígéretek megvalósulását. Na most erről, tehát ezt szeretném kibontani nektek, és érthetővé tenni ezzel a bibliai proféciák kapcsán, hogy hogyan tudjuk mi is a személyes életünkben gyakorolni azt, hogy Isten, amit megígért, azt meg fogja tenni az életünkbe, és amit olvasunk a Bibliában, azt tényleg meg fogja valósítani. Ugye itt, amikor azt mondja az ige, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, hanem ő vissza fog jönni, akkor ugye ezt azért fontos nekünk tudnunk, hogy a várakozási időben ne váljunk gonosz szolgákká az Úrnak a házában, ne váljunk olyan szolgákká, aki ütik, verik a szolgatársaikat, hanem azt tegyük, adjon Isten bölcsességet, hogy azt tegyük, amit Isten elvár tőlünk, mindegyikünktől a képességeihez képest, és a talentumaihoz képest. Na nézzük akkor, hogy ugye nem késik az ígérettel az Úr. Mi az, hogy ígéret? Ugye az ígéret az Istennek a szava, amit átadott nekünk. Tehát ezt úgy kell tekintenünk, Isten valamennyi ígéretét, ami a Bibliában van, hogy Isten szólt a jövővel kapcsolatban, a terveivel kapcsolatban, az életünkkel kapcsolatosan bekövetkezendő eseményekkel, amit ő szeretne, hogy legyen, tehát az ő akarata szerint, hogy meg tudjon valósulni az életünkben különböző dolgok, események, ő szólt, és átadta úgymond a szavát nekünk, hogy mi őrizzük addig a szavát, ameddig meg nem valósítja az ígéreteit. Tehát az ígéret kimondása, hogy változást hoz mondjuk Isten az életünkbe, vagy azt mondja, hogy megőrizlek téged, hosszú élettel elégítelek meg téged. Tehát egy csomó ígéret van a Bibliában. Viszont amikor látjuk, hogy az életünk pont az ellenkezőjét mutatja, és azt tapasztaljuk, és azt éljük át, és a körülményeinkben nincsenek ott, tehát nem látjuk az ígéreteit Istennek, akkor nekünk meg kell őriznünk azokat a beszédeket addig a pillanatig, amíg meg nem valósul Istennek az ígérete. Meg kell őriznünk az ő átadott szavait.
a szívünkben. És nem szabad megengednünk az ördögnek, a sátánnak, hogy kikapja, mint magukat, ahogy mondta Jézus, hogy a magvető kiment vetni, és akkor az útfélen valók azok, akikre jöttek a madarak, és rászálltak, és kikapták a szívükből a magot, mert nem értették meg az igét. Tehát nekünk kötelességünk, amikor Isten átadja az ő igéjét, átadja a szavát, és ígéretet tett nekünk a Bibliában, akkor nekünk meg kell őriznünk minden látható körülmény ellenére, és minden tapasztalható dolog ellenére meg kell őriznünk azokat a szavakat, beszédeket, amiket ő ígéret formájában átadott nekünk. Hogy ne kapják ki a madarak, úgymond a sátáni erők ne tegyenek bennünket alkalmatlanná időközben, hogy meg tudjon valósulni az Isten ígérete. És ezért ki kell vetnünk, és újra a szívünket gyomlálnunk kell, hogy a hitetlenséget, a kételkedést, az aggodalmaskodást, a félelmeket, meg ilyen dolgokat kivessük az életünkből, és kitisztítsuk a szívünkből, mert különben hatástalanná válik az Istennek az ígérete. Na, ilyenekről fogok most beszélni, és ezt fogom kibontani és kielemezni. Tehát nézzük meg elsősorban azt, hogy Isten, ő önmaga hogyan viszonyul az ő ígéreteihez. Az első ilyen igét nézzük meg a 4 Mózes 23.19-ben. Azt mondja Isten igéje, nem ember az Isten, hogy hazudjon. Tehát amit Isten mond, ő nem ember. Ő nem olyan, mint mi vagyunk. Ő nem tud bűnt elkövetni, nem tud hazudni. Azt mondja, nem ember az Isten, hogy hazudjon. Tehát Isten képtelen arra, hogy hazudjon, valótlanságot mondjon. Vagy kiszínezzen valamit. Ő azt mondja, nem embernek a fia, hogy megváltozzon. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenni. Tehát amit Isten mond, azt meg akarja tenni. És mond egy ilyet, hogy ígére valamit, hogy azt ne teljesíteni. Tehát Isten a saját ígéreteihez úgy viszonyul, hogy azt mondja, hogy ígére valamit, tehát átadja-e a szavát nekünk úgy, hogy közben ne akarná valóra váltani az ő szavait. Azt mondja Isten igéje, hogy teljesen biztosan ő garantálja azt, hogy ha ő átadja az ő ígéreteit nekünk, az ő részéről ő valóra akarja váltani ezeket az ígéreteket. A második a Jeremiás prófétánál van az első fejezetnél, amikor Isten látomásokat ad Jeremiásnak, és az egyik látomás alkalmával Jeremiás mandulavesszőt lát meg. És egy nagyon érdekes dolgot mond itt Isten. Azt mondja az első fejezet 11.-12. verszaka. Nem, azt mondja, szólt továbbá nekem az Úr mondván, mit látsz te, Jeremiás? Mondtam, mandulavesszőt látok én. Amikor azt mondja, hogy mandula vesszőt, ez egy olyan szó, tehát azt jelenti, hogy mandula, mandulafa, és ez olyan szó, ami az örködéssel és az éberséggel van kapcsolatban a héberben. Ezt a következő igében lehet megérteni, a 12. verszakban, amikor azt mondja, hogy mondta nekem az Úr, jól láttál. Azt mondja, mert gondom van az igére, és itt, amikor azt mondja, hogy gondom van, ez a mandula szóból van, hogy éberen őrzöm, és örködök, hogy beteljesítsem, tehát ahogy az előbb mondta, hogy valóra váltsam azt. Tehát Isten azt mondja, hogy ő éberen vigyázva őrzi az ő igéjét, és figyeli, hogy az be tudjon teljesedni, és meg tudjon valósulni
az emberek életében. Tehát az ő részéről, és ezért mondtam ezt a két ige szakaszt, hogy az Isten az ígéreteihez úgy viszonyul, hogyha ő már tett ígéretet nekünk, akkor teljesen biztos, hogy ő valóra akarja váltani az igéjét, sőt, Jeremiás prófétának még azt mondta, hogy ő őrködik, tehát éberen őriz, azt is jelenti, hogy szolgálatban van, és azt is jelenti, hogy nem lesz álmos. Tehát most így mondva, ő nem alszik, de ő biztosított bennünket, hogy nem alszik el, hogy ne valósulna meg az ő ígérete, hanem biztosan addig őrzi és éberen van, úgymond, amíg meg nem valósul az az ígéret a mi életünkben. Tehát, hogyha ő azt mondta, hogy meg akarlak áldani téged, akkor teljesen biztos, hogy ez az ígéret 100%-osan ő addig vigyáz, addig őriz, addig éberen, úgymond, van, amíg be nem teljesedik ez az ige, és neki gondja van rá, hogy megvalósítsa ezt az életünkben. Tehát ez Istennek a hozzáállása. Tehát Isten átad szót, átad szavakat, beszédeket, viszont ugye ő garantálja azt, hogy az ő személyében, hogy teljesen biztosan ne akarja valósítani azt, és éberen őrködik, hogy megvalósuljon az Isten ígérete az életünkben. Igen, ám csak jön egy olyan is, hogy oké, ha Isten ígéretet tesz, akkor ő vigyáz arra, hogy megtegye. Akkor nekünk meg kell nézni azt, ugye jöhet az ördög, jöhet a sátán, és megkérdőjelez, hogy biztos, hogy neked szólt Isten. Tehát kinek tette Isten az ígéretet? Mert akinek odaadta a szavakat, annak fogja megvalósítani. Például most mondok valamit, ha Péter apostolnak azt mondta ott a Genezáret tónál, hogy járja vizen, és azt mondja Péter apostol, hogy szólj, hogy menjek hozzád a vizen, és azt mondja, jöjj, azt a Péter apostolnak mondta. Tehát ő kapta ezt az utasítást, ő kapta ezt a szót. Ha én most ki akarnék menni a Dunapartra, és rá akarnék lépni a vízre, mert Jézus azt mondta, hogy jöjj, hát az nem nekem szólt. Ha ezt megpróbálnám megcsinálni, akkor ez nem fog sikerülni, mert nem nekem mondta Jézus, hanem Péter apostolnak mondta. Tehát akinek Isten adja a szavát, annak valósítja meg az életében. És ugye itt a nagy kérdés, hogy amikor olvassuk a Bibliában az Isten ígéreteit, akkor most számíthatunk rá, hogy ez beteljesíti az életünkben? Tehát teljesen biztos lehetek az én oldalamról, teljesen biztos lehetek abban, hogy ez nekem is szól? Vagy csak Izrael fiainak szólt? Vagy csak egy-egy embernek szólt? Na ezt nézzük meg most a következő részben röviden. Először is, kinek szól, ki kapta az ígéretet, és ki számíthat rá arra, hogy az ő életébe be akarja teljesíteni az Úr az ígéretet. Az első ige, amit megnézünk, a Róma levél 4. fejezet 13. verszaka. Azt mondja itt Isten igéje, mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy a világ örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Mert azt látjuk, mert azt mondja, mert ha azok az örökösök, akik a törvényből valók, hiába valóvá lett a hit, és haszontalanná az ígéret. Tehát mit olvasunk itt? Két dolgot mond az Isten igéje. Az egyik az, hogy az ígéretek Ábrahámnak adattak, és az ígéretek az Ábrahám magvának adattak, tehát Ábrahám leszármazottainak adattak. És azt mondja utána, hogy létezik olyan, hogy haszontalanná válik az ígéret. Tehát azt mondja, hogy ha törvényből valók azok, akik örökösök, akkor hiába lett a hit.
És a hit és az ígéretek összekötődnek, mert Ábrahám például hit által igazult meg, és ráadásul azon a hit által igazult meg, amikor az Isten ígéretébe vetette a bizalmát, és azt mondta neki Isten, hogy így lesz a te magod, ahogy felnéztél az égre, és látod, hogy nem tudod megszámolni éjjel a csillagokat az égen, mert annyi csillag van, így lesz a te magod. És azt olvassuk, Ábrahám elhitte ezt Istennek, az az Ábrahám, akinek Sárától nem lehetett utódja. És mégis Isten megvalósította neki, igaz, hogy várt vagy 25 évet vele, tehát, de megvalósult az Isten ígérete, meg volt a kirendelt idő is, amikor Isten ígéretet tesz, akkor megadja az idejének, az ígéret igejének a beteljesedését is. Nem mindig mondja el, de volt, hogy elmondta. Például, amikor Ábrahámnak azt mondta, hogy a te magod Egyiptomba fog kerülni, tehát szolgálatra lesz vetve, és azt mondja, hogy én meg fogom őket szabadítani, és ki fogom őket hozni 400 év múlva. Tehát látszik, hogy Isten ígéretet tesz, de az ígéretek nem a mi döntésünk alapján, és nem mi tudjuk meghatározni, hogy ezek hogy mikor valósulnak meg az életünkben, hanem ez Isten kezébe van, hogy rendelt időt szabott ki az ígéret megvalósulására. Ez olyan, mint a mezőgazdaságban, amikor az ember ültet magot, akkor a mag kifejlődésének, a növény kifejlődésének, a virágzásnak, a bimbózásnak, a gyümölcstermésnek, és magának a konkrét gyümölcsnek a megjelenésének konkrét ideje van. Pedig a magot elvetette az ember. És ideje van, amikor learatja a gyümölcsöt az ember, annak a magnak a gyümölcsét. Ugyanígy van az ígéret is, hogy Isten tesz ígéreteket nekünk, és az ígéreteknek megvan az ideje. És nekünk békességes tűréssel igazából ki akarja építeni Isten a jellemünkben a békességes tűrést, hogy a hit és a békességes tűrés által megvárjuk az ígéret megvalósulását. És azt mondja itt Isten igéje, hogy az ígéret Ábrahámnak adatott, és Ábrahám magvának. Utána ugye a Róma levél 9. fejezethez, azt nem olvasom fel nektek, de Pál apostol elmondja, hogy az izraelitáké a fiúság, a dicsőség, tehát Ábrahám utódaiból az Izsák leszármazottai, tehát nem mindenki örökli az ígéretet, aki Ábrahám leszármazottja, hanem azt mondja, hogy az Izsákban neveztetik a te magod. Az Izsáknak lett két fia, akkor a Isten a Jákobot választotta ki, és a Jákobnak az utódai az izraeliták, akiké a fiúság, ahogy mondja a Pál apostol a Róma levél 9-ben, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Isten tisztelet, és azt mondja, az ígéretek. Tehát az ígéretek, azok Ábrahámé, és az Ábrahám utódai, de nem minden utódáé, hanem az Izsákon és a Jákobon keresztül megszületett utódoknak az utódoké az ígéretei Istennek. És akkor hogy jövünk mi a képbe? Ugye az apostolok cselekedeteiben, amikor Péter apostol pünkös napján hirdeti Isten igéit, akkor mond egy ilyet Péter apostol, hogy térjetek meg, ugye amikor megkérdezik tőle, hogy akkor most mit csináljunk, amikor elmondta a pünkösdi beszédét Péter apostol, és erről azt mondja nekik, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztusnak a nevében a bűnök bocsánatára, és veszitek a Szent Szellem ajándékát. És azt mondja, hogy mert nektek lett az ígéret. Nektek lett. Ki az a nektek? Azt mondja, akik megtérnek. Ki az a nektek? Akik veszik Jézus Krisztusban a bűneik bocsánatát.
ki az a nektek? Azt mondja, akik megkeresztelkednek víztől, és veszik a Szent Szellem ajándékát. Tehát mindenki, aki megtér, újjászületik víztől és Szent Szellemtől, veszi a bűnei bocsánatát, azt mondja, na nektek lett az ígéret. Tehát, hogyha mi nem vagyunk fizikailag Ábrahámnak a leszármazottai, de szellemileg belekerültünk ebbe tehát a vérkeringésbe, most így mondva, az újjászületés által, Jézus Krisztus által. Ugye az Efézus levél ezt úgy mondja a második fejezet 12. verszakában, azt mondja, hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, ugye a pogányságból, a nemzetekből való hátterű embereknek mondja ezt el, akik megtértek, és azt mondja, hogy abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok. És azt mondja, Izrael társaságától idegenek. És azt mondja, az ígéret szövetségeitől távol valók. Tehát ez azt jelenti, hogy minden ígéret, amit tett az Úr, mi pogány hátterű, vagy nemzetekből származó újjászületett keresztények, abban az időben, megtérésünk előtt, újjászületésünk előtt, távol voltunk az Isten ígéreteitől. Tehát Isten hiába adott ígéretet, és mi hiába mondtuk volna, hogy hát ez rám is vonatkozik, nem tudta volna megtenni az életünk. Ez olyan, mint amikor egy apa a fiának azt mondja, hogy veszek neked, tesz egy ígéretet, hogy veszek neked egy kerékpárt, egy biciklit, és jönne a szomszéd gyerek, és azt mondja, mikor kapom meg a biciklit. És akkor azt mondja az ember, de hát nem is neked mondtam, nem is mondtam neked semmi ígéretet. Tehát az ember újjászületés nélkül nem tudja magára vonatkoztatni azokat az ígéreteket, amiket Isten Ábrahámnak és Ábrahám magvának tett, és ráadásul ők az ígéretek szövetségeihez tartoznak, szövetségei valósulnak meg az életükbe. Tehát mi az újjászületés által kerültünk Isten ígéret szövetségeihez közel. És azt mondja, most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel valókká lettetek a Krisztus vére miatt. Tehát ezáltal, úgymond az örökbefogadás által, de itt újjászületés történik, de ebből a szempontból, tehát közel családtagokká váltunk Jézus Krisztus vére által, mi, akik szomszédok voltunk, most így mondva Istennek. És ugye itt mondja el az Efézus levél 3. fejezet 6. verszakában Pál apostol, azt mondja, hogy ő neki van egy titka, amit Isten leleplezett a számára. És ez a titok azt mondja a 6. verszakban, és ezt nem titkolja tovább, hanem elmondja nekünk is Pál apostol, azt mondja, a nemzetek, a pogányok, örökös társak, és ugyanazon test tagjai, és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangélium által. Tehát az evangélium elvezet bennünket, a jó hír elvisz minket, oda visz minket Jézus Krisztushoz. Újjászületünk, megkapjuk a bűneink bocsánatát Istentől, és ezzel azt mondja, hogy ugyanazon testnek a tagjaivá válunk, mint Izrael fiai, és részeseivé válunk az ő ígéretének, tehát Isten ígéretei a mi életünkbe meg tudnak valósulni, és be tudja Isten tölteni az ő ígéreteit a mi életünkben. És erre azt mondja a 2 Korintus 1.20-ban Pál apostol, hogy Isten összes ígérete, amit csak tartalmaz a Biblia, az összes ígéret, amiben nekünk valami szükségünk van, valamire az életünk folyamán, ahogy telik az életünk, egy szükségbe jutunk,
És megtaláljuk a Bibliában az ígéretét Istennek, hogy hogyan tölti az be az életünkbe. Akkor azt mondja Isten igéje a 2 Korintus 1:20-ban, hogy mi számíthatunk rá, hogy Isten megvalósítja. Figyeljetek, minden földi szükségre, amit az ember megtapasztalhat itt a földön, Istennek a Bibliában van valamilyen ígérete. És ezt az ígéretet kell nekünk megragadnunk, és ebben az ígéretben kell nekünk hinnünk, és béketűréssel megvárnunk, hogy Isten megvalósítsa ezt az ígéretét a mi életünkben. Egyet tudnunk kell, ez hitáltal működik. Ha elveszítjük közben a hitünket, akkor nem fogja Isten megvalósítani, nem tudja, hiába valóvá válik az ígéret. Ha rossz módon fogjuk meg ezt az egészet, hiába valóvá válik, amit mondtam nektek az előbb, hogy ez is az azt jelenti, hogy a görög szóban, hogy megsemmisül, hatástalanná és működésképtelenné válik az ígéret. Tehát hiába tette meg Isten az ígéretet, ha mi rossz módon ragadjuk meg, vagy rossz módon viszonyulunk hozzá, és nem szabályszerűen viszonyulunk hozzá, akkor azt mondja, működésképtelenné válik az ígéret. Ez egyébként elmond nekünk egy nagyon fontos dolgot, hogy Isten ígéretében benne van a megvalósuláshoz szükséges erő és hatalom is. Tehát amit Isten ígér, abban benne van az az erő és az a hatalom, ami megvalósítja azt a mi életünkbe. De a mi hozzáállásunk, ha rossz, akkor működésképtelenné válik az Istennek az ígérete, és hatástalanná válik az Isten ígérete az életünkben. Ezért nekünk fontos ezeket az igazságokat megismernünk, amiről most beszélek, és amit most mondok nektek, mert Isten hit által, és a hit gyakorlása, és a hit megvallása által teszi meg az ígéreteit úgy, hogy közben mi nem kételkedünk, és nem hitetlenkedünk ezekben az ígéretekben. Tehát nézzük meg az idejét az ígéretnek, amit mondtam nektek az előbb, röviden, az Abcsel 7:17-től, amikor István vértanú beszél erről, és azt mondja, hogy igen, az ígéretnek vannak, Isten ígéreteinek vannak ideje. Isten ígéretének van ideje az életünkben. Hiába akarod előrehozni, hogy szeretnél megspórolni 10 évet, vagy 5 évet, vagy 1 évet, azt meg kell várni, hogy az meg tudjon történni az ember életében. Mi sietetni szeretnénk, de Isten nem fog sietni mi miattunk. Neki rendelt ideje van mindenre. Időbe tette be a napokba, a hetekbe, a hónapokba, az évekbe, évtizedekbe. Megvannak azok a cselekmények, események, amik azokra a napokra vannak behelyezve és bekódolva. És erről beszél István vértanú, amikor azt mondja az Abcsel 7:17-ben, azt mondja, mikor pedig elközelgetett az ígéretnek ideje. Látjátok? Hogy Isten is türelmesen várt. Mikor pedig elközelgett az ígéretnek az ideje. Tehát Isten már megtette az ígéretet, Istenna türelmesen várt. Mit mondott például Ábrahámnak, hogy miért várta meg a 400 évet? Azt mondja, azért várta meg, mert még nem teljesedett be a kananeusok bűne, és idő előtt ő nem akart beleavatkozni a Kánaán földjén levő népeknek a sorsába, végkimenetelében, mert meg kellett várnia, hogy beteljesedik-e a bűn, bevégződik-e ezeknek a népeknek az életébe, vagy meg tudnak térni ebből. És azt látjuk, hogy nem tudtak megtérni. Nem tudta, beteljesedett, bevégződött, úgymond, ha így kéne mondani, betelt a pohár Istennél, és megvárta, amikor Ábrahámnak azt mondta, hogy
még 400 év is beteljesedik ez az egész, akkor lehet, hogy addig Isten poharában a kananeusok bűne egynegyednél tartott. És azt mondta Isten, hogyha ez így csepeg, így bűnt követnek el, és nem térnek meg, és megfertőztetik azt a földet, és iszonyatos bűnöket csinálnak, akkor azt mondja, ez körülbelül 400 év alatt telítődik meg a pohár. És akkor kihozom az én népemet Egyiptomból, és el fogják foglalni a kananeusok földjét. Tehát látjátok, hogy be kell, hogy teljesedjen az ígéretek megvalósulásának az idejéig, meg egy csomó körülménynek kell úgy alakulnia, hogy minden jól jöjjön ki, és ő előkészíti ezeket a körülményeket. Tehát ne azt lássuk, hogy amikor Isten ígéreteit várjuk, és nem valósulnak meg, hogy akkor itt kész vége, ebből nem lesz semmi, hanem azt gondol, tehát az ige azt mondja, hogy mi úgy gondolkodjunk, hogy amíg nem valósul meg az ideje, addig Isten előkészíti a terepet a megvalósuláshoz. És hanem úgy folytatja tovább, hogy amikor jött, elközelgetett az ígéretnek az ideje, amit Isten esküvel ígért Ábrahámnak, megnövekedett a nép, megsokasodott Egyiptomban. Tehát látjátok, hogy Isten azt akarta, hogy amíg az ígérete beteljesedik, közben Izrael népe, tehát nem csak a kananeusoknak a bűnei töltődjenek be, hanem az Izrael népe megsokasodjon és megnövekedjen. És amikor ez elérte a célját, nézzétek meg, hogy amikor eljött az ígéret, általában az emberek és keresztények, hívők azt tapasztalják, hogy azt mondja az ige, hogy más király támadt, aki nem ismerte Józsefet, ez a mi nemzetségünkkel álnokul bánva nyomorgatta a mi atyáinkat, hogy magzataikat kitétesse, hogy életben ne maradhassanak. Tehát mit mondott ezzel István vértanú? Azt, hogy, és amit általában a sátán szokott tenni, amikor elérkezett az ígéret megvalósulása az életünkben, általában azt szokta csinálni, hogy megnehezedik az embernek az élete, és nem érti az ember, hogy miért? Miért történik ez, amikor jóra számítok, és negatív dolgok, kilátástalan negatív dolgok történnek az ember életében, és egyre lehet, hogy olyan támadások alá kerül az ember, amivel még nem is találkozott előtte, és az ember megnéz, hogy most ez hogy került a csizma az asztalra. Hát ez azt jelenti, amit mond István vértanú, hogy amikor az ígéretnek az ideje elkezd elközelíteni, hogy Isten jót tegyen velünk, amit ő megígért, általában az a tapasztalat, hogy előtte nehéz idők állnak be az ember életében. Mert az ördög, ha nem tud más csinálni, a kételkedés, a hitetlenség, az aggodalmaskodás, a félelem, meg ezeken a dolgokon keresztül hatástalanítani akarja az ígéret megvalósulását, tehát el tudja tolni az idejét, sőt, meg tudja hiúsítani az embernek az életében. Nézzétek meg, amikor Izrael fiai a pusztában a visszajött kémeknek a jelentését hallgatták, és az Isten ígérete az volt, hogy most kell bemenni a pusztából az ígéret földjébe, és Izrael fiai a hozzáállásukkal, a beszédeikkel, a félelmeikkel, a kilátástalanságaikkal kivetették magukból a hitet, és a beszédeikkel a félelemnek a szavait, a hitetlenségnek, a halálnak a szavait mondták ki, és megszüntették az életükbe azt, hogy Isten ígéretét megtapasztalják. Isten 40 év után adott újra lehetőséget, hogy ez az ígéret megvalósuljon, de az a generáció addigra mindenki meghalt, és senki nem tudta megtapasztalni. Miért? Pontosan azért, mert a körülmények meggyőzték őket, és a körülményeik hitetlenné
És kételkedővé tették őket, zugulódóvá, panaszkodóvá, lázadókká tették őket, és emiatt nem tudott megvalósulni Isten ígérete az ő életükbe. Tehát mit jelent ez? Hogy mi is hatástalanná tudjuk tenni, működésképtelenné tudjuk tenni az Isten ígéreteit. Viszont azt is látnunk kell, és bölcsességre kell szertennünk, hogy amikor nagy a nyomás, nagy a teher, amikor úgy néz ki, hogy nem fog sikerülni, sőt, az ellenkezője, hogy tönkre fog menni az ember, akkor abból tudhatja, hogy egy áttörés előtt áll, hogy Istennek valamilyen ígérete meg fog valósulni az ő életében. Tehát ezt nagyon fontos így megérteni. Igazából bele is kapcsolódtam abba, hogy hogyan kell gyakorolni a hitünket Isten ígéreteiben. Tehát hogyan kell hinni az Isten ígéreteiben. Ugye, amit az előbb mondtam nektek Izrael fiaival kapcsolatban, ezt a 106. Zsoltár úgy mondja el a 24., 25. és 26. verszakában, ezt úgy mondja el, hogy becsmérelték, tehát Izrael fiai becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. Tehát nem hitték el az Isten ígéreteit. És azt mondja, morgolódtak a sátraikban, nem hallgattak az Úr szavára. Tehát sajnos az, hogy nem hittek az Isten ígéretében, sajnos, hogy nem hallgattak az Úrnak a szavára, hanem a körülményeik miatt, a beszédeikben megnyilvánult az, hogy becsmérelték a kívánatos földet, sőt, morgolódtak a sátraikban, tehát egy zugulódás, morgolódás, lázadás volt bennük. Ez azt mutatja, hogy megszüntették és megsemmisítették az ő életükre az Isten ígéretét, de a következő generációban viszont Isten továbbra is hűséges, ő továbbra is fenntartotta az ígéreteit, de azt már csak a következő generáció tapasztalhatta meg. Na nézzük a Róma levél 4. fejezet 17. verszakát. Ugye itt azt mondja Isten igéje, Ábrahám, ha láttuk az előbb, hogy Izrael fiai rosszul gyakorolták a hitüket az Isten ígéreteiben. Nézzük meg Ábrahám, hogy gyakorolta, hogy tudta megvalósítani azt, hogy egy terméketlen emberből, vagy két terméketlen, tehát gyermektelen, meddő emberből mégiscsak hogy fog megszületni az ígéret gyermeke. Tehát hogy fog a testük megújulni, hogy fog az életük megújulni, a testük, a szerveik meggyógyulni, helyreállni, és gyermeket tudjanak nemzeni 100 éves korukra, és hogy fog ez megtörténni. A Róma levél 4. fejezet 17. verszakától olvasom az igét, és itt látjuk meg, hogy közben nekünk mit kell tennünk, miközben gyakoroljuk a hitünket az Isten ígéreteiben. Azt mondja, amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged. Tehát amikor Isten átadja az ígéretet, itt álljunk meg egy kicsit, mert nagyon fontos, hogy amikor Isten átadja az ígéretét nekünk, a szavát átadja nekünk, ő már úgy látja, hogy már tettelek téged. Tehát amikor Ábrahámnak azt mondta, hogy sok nép atyává tettelek téged úgy, hogy még nem volt gyermeke, nem született még meg, az ígéret gyermeke, hát az akkor óriási Istennek a gondolkozás módja, és ő azt akarja, hogy mi is így gondolkodjunk, ahogy ő gondolkodik. Például azt mondja, hogy meggyógyított bennünket Jézus Krisztus sebeivel, akkor nekünk is így kell gondolkodnunk belül a szívünkbe, hogy meggyógyultunk Jézus sebeivel. Ez nem azt jelenti, hogy nem foglalkozik az ember a betegséggel, hanem azt jelenti, hogy belül a tudatában nem betegség tudatú az ember, hanem meggyógyult tudatú. Miközben a terápia viszont zajlik a fizikai testében.
Értitek? Tehát nem ilyen szuper szellemi valamiknek hívott el bennünket Isten, hogy hajtogatjuk, hogy de ez akkor is így van, miközben nincs is úgy. Hanem ő belül a tudatunkat győzi meg. Ábrahámot is a tudatában belül a szívében győzte meg őt, hogy sok nép atyává tettelek, ez múlt idő, már tettelek téged. Miközben még a fizikai világban még semmi nem látszódott meg ebből. Tehát látjátok, hogy Isten azt akarja, hogy vegyük át az ő gondolkozás módját. Ezért azt mondta, ne legyen a neved innentől kezdve Ábrám, hanem legyen a te neved Ábrahám, sok népnek az atya. És Ábrám hazament, és mindenkinek elmondta, hogy neki van egy új neve, és ő ezzel azonosul, hogy ő sok népnek az atya. Tehát látod, a tudatunkat akarja először meggyőzni Isten, hogy ember, ahhoz, hogy kigyere a betegségből, először magadat egészségesnek kell látnod, és ráadásul ez az egészség elérhető a számodra Jézus Krisztusban, mert Jézus Krisztus magára vette a betegségeinket, hordozta a fájdalmainkat, és mi ehhez ragaszkodjunk belül. És azt mondja, azelőtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Tehát Ábrahám kiben hitt? Azt mondja Isten igéje, hogy Ábrahám abban az Istenben hitt, aki két dolgot csinál. Azt mondja, a halottakat, és ilyen nem volt. Az első ember, aki hitt a feltámadásba ilyen módon, az Ábrahám volt. Mert ő elhitte azt, hogy Isten fel tudja támasztani Izsákot, és azt mondja, meg tudja eleveníteni, és meg fogja eleveníteni. Az első, ugye most közeledik a halottak napja, és az első ember, aki hitt a feltámadásba, aki évezredekkel ezelőtt úgy, hogy nem volt még Biblia, az Ábrahám volt, és azt mondta, hogy megeleveníti, a mi Istenünk meg fogja eleveníteni a holtakat, a holttestek fel fognak támadni, a porrá, hamúvá vált testek vissza fognak térni, és vissza fogja állítani Isten, és megeleveníti ezeket mindenkit, az összes halott embert, és akik majd még meg fognak halni, amíg el nem jön a feltámadásnak a napja, mindenkit meg fog eleveníteni. Ő ebben az Istenben hitt. Te is higgyél a holtakat megelevenítő és feltámasztó Istenben, mert tuti biztos, ez a mi jövőnk, ez fogja megtapasztalni az összes ember, ez fogja megtapasztalni mindenki, hogy Istennek csodatevő ereje fog megnyilvánulni a testébe és a hamujába, ha addig, amíg nem jön vissza Jézus, és nem tapasztaljuk ezt meg különben, ugye a elragadtatásba, a testünk megdicsőlésébe fog ez megmutatkozni, de ha ez nem így lenne, akkor a feltámadásban fog ez meglátszani. És azt mondja, a másik, amiben hit, azt mondja, hogy előszólítja, tehát amik nincsenek, tehát most nem látod, nem tapasztalatod, tehát nem tapasztalod, nincs, úgymond. Na, ő előszólítja, és ráadásul úgy szólítja elő ezeket a dolgokat, mintha már léteznének ezek a dolgok. Tehát látod, mint meglevőket. És nekünk kell szólnunk, ez a hitnek a beszéde. Ez a hitnek a megvallása. Ez nem biztos, hogy más embereknek, akik nem tartanak ott a hitben, mint te, azt el kell mondanod nekik. Nem biztos, hogy el kell mondanod, hanem te tudjad, te mondjad, szóljad az Isten igéjét, ígéretét. Ha kaptál ígéretet Istentől, mondjad azokat a szavakat, amiket kaptál Istentől, mert kell ez te is ehhez. Ahogy Ábrahám is kellett, ő átváltoztatta a nevét ahhoz. Isten átváltoztat neki, hogy minden nap hallgassa, ahogy szólnak hozzá, és minden nap, amikor bemutatkozik valakinek,
ezt a nevet mondja, hogy ő sok nép atya, ő a hitnek a megvallását tette, csak bebugyolálta Isten abba, hogy megváltoztatta a nevét, és így legalább nem nézték hülyének, most úgy mond, hogy majd lesz sok gyermekem, hanem ez a nevem, és kész. Tehát ő is előszólította a neve által, és a Sárának a neve által, előszólította 25 éven keresztül azt, hogy meg tudjon valósulni az Isten ígérete. És nézzétek meg utána, mit mond, hogy az ígéretek hogy valósultak meg. Aki reménység ellenére reménykedve hitte. Tehát nekünk végig, ahogy Ábrám 25 éven keresztül, a reménység az a fejünkben van, az az elménknek a védő sisakja, ahogy mondja Pál apostol, az a lelkünknek a bátor horgonya, de ez egy várakozás, a reménység. Tehát, hogy az ember ne mondja fel, hogy amíg meg nem valósul ez az egész, és telnek az évek, vagy a hetek, a napok, a hetek, a hónapok, az évek, nem adom fel, nem adom fel, nem adom fel. Ez végig ott pörög az embernek a fejében. Megőrzés, ezért mondja, hogy a reménység ellenére reménykedve hitte. Tehát a mi hitünk összekapcsolódik, hogy jót várunk, mi várakozásban vagyunk, és várjuk azt, és a magatartásunkkal is várjuk, hogy megtörténjen az a dolog. Ugye ez olyan, mintha a busz megállóban nem jön a busz. A magatartás az az ember, aki várja a buszt, az mindig arra fele néz, ahonnan jön a busz, mert honnan tudod, hogy várja? Hát ha pont az ellenkező irányba néz, vagy egy másik irányba néz, hát az nem biztos, hogy úgy várakozik. Aki várja, az állandóan figyeli, és nézi, hogy jöjjön, jöjjön, valósuljon meg. Tehát ezt így kell hinnünk egészen addig, amíg meg nem történik az a dolog. Nem szabad kiakadnunk, ha a busz késik, vagy a vonat késik, és van egy csomószor ilyen, hogy késnek, és akkor idegesek az emberek, feszültek az emberek, feladják a várakozást, és a többi, és a többi. Tehát nekünk nem szabad, nekünk ki kell tartani hűségesen, még akkor is, ha úgy néz ki, hogy késik az Úr, akkor sem adhatjuk fel, hanem továbbra is meg kell őrizni, hogy az Isten ígéretét, mert tudnunk kell, hogy valami akkor van. Látjátok, ahogy mondta Péter apostol, nem késik az ígérettel az Úr. Ő nem akarja, hogy elvesszenek közülünk emberek. Ő azt akarja, hogy megtérjenek az emberek. És ezért várakozik ezzel például. Na de visszatérve, azt mondja, reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyává lesz. Az szerint, ahogy megmondatott, így lesz a te magod. Tehát ő ebbe belevitte a gondolkozását is, és kitartott ebben. És amikor jött az, hogy mégse fog megvalósulni, mindig lerázta magáról a félelmeket, az aggodalmakat. Jöhet az ördög, és mondja, nem fogsz meggyógyulni, meg fogsz halni. És jön a félelem, az aggodalom, nem múlt el ez, nem múlt el az. És ilyenkor van az, hogy az ember az elméjébe tuti biztosan reménységben kell látnia magát és a jövőjét is. És azt mondja, mit csinált? A hitében erős lévén. Tehát nekünk fejlesztenünk kell a hitünket. Nem elég, amire azt mondja itt Isten igéje, hogy hitt az ember ennek az egésznek. Ábrahám fejlesztette a hitét. Hogyan fejlesztette a hitét? Azt mondja, hogy erős hite legyen. Tehát mielőtt megvalósulna az ígéret, erős hitre kell jutnunk. Hogy jutunk erős hitre? Úgy, hogy azt mondja Isten igéje, hogy nem gondolt az ő már elhalt testére. Tehát látjátok, hogy erősödött a hite Ábrahámnak. Azt mondja úgy, hogy nem gondolt az ő elhalt testére. Akkor mondok nektek valamit az Isten igé alapján.
ha akinek gyenge a hite, az rosszul gondolkodik. Akinek erős a hite, az jól gondolkodik. Akkor várjunk egy kicsit. Nekem valamit kell tennem az elmémmel és a gondolataimmal. Nem engedhetem meg, és nem tehetem meg, hogy akármint gondolkodjak. Vagy nem engedhetek meg bizonyos gondolatokat az elmémbe. Mert ha megengedem, akkor le fog gyengülni a hitem. És azt mondja, nem gondolt az ő már elhalt testére. Gondoljátok el, hogy el volt már halva a teste, tehát nem működött a teste, és mondhatták volna, meggyőzhették volna, hogy ember, hogy akarsz te gyereket, amikor nem tudsz ilyet tenni. Nem működik. És erre azt mondja Ábrahámról, nem gondolt az ő már elhalt testére. Tehát megtanulta kizárni a gondolatokat. Hallod, ha akarod, hogy erős hited legyen, de én magamnak is mondom, meg kell tanulnunk kizárni bizonyos gondolatokat a szívünkből és az elménkből. És azt mondja, hogy mint egy százesztendős lévén sem Sárának elhalt méhére. Tehát ő nem gondolt se az ő 100 éves testére, sem Sárának, a 90 éves Sárának az elhalt méhére. Nem gondolt. Nem gondolt. Ezért volt erős a hite. Utána azt mondja, tehát nézzétek meg, hogy hogy épül fel az Isten ígéreteibe vetett hit. Ez a fejünket, nekünk meg kell dolgoznunk az elménket, ahhoz, hogy működni tudjon az egész. Tehát ez nem úgy megy, hogy persze nyilván a Szent Szellemtől kapjuk a hitnek az ajándékát, egy pillanat alatt erős hit, teljes hit van bennünk, és működik minden. De ha nem így van, akkor fejlesztenünk kell a hitünket, és ez azt jelenti, hogy a fejünkkel is, az elménkkel is kezdenünk kell valamit. És azt mondja, utána Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel. Látjátok, hogy ez a második, amit csinált. Tehát az egyik azt mondja, hogy nem gondolt az elhalt testére. A másik azt mondja, nem kételkedett. Tehát akármi is történt, ott volt 100 évesen. Még 70-80 évesen azt mondja, még működött valami. De utána már, amikor már nem működött semmi, azt mondja, nem kezdett el kételkedni, hogy akkor vége, nem fog működni ez az egész, hagyjuk ezt az egészet, beengedte a kételkedést, a hitetlenséget, és akkor nem is fog megvalósulni, akkor hatástalanította volna az ígéretet. És azt mondja, nem kételkedett hitetlenséggel, és újra megerősíti, erős volt a hitben. Hogyan mutatkozott meg az, hogy erős volt a hitben? Dicsőséget adott az Istennek. Tehát már, miközben benne volt a problémákban, a nehézségekben, a terhekben, miközben egyetlen egy körülményes sem azt mutatta, hogy ez így lesz, ő belül teljesen elhitte, hogy amit Isten mondott, az igaz, és dicsőséget, elkezdte magasztalni, és dicsérni, és dicsőséget adni Istennek, hogy Isten meg fogja valósítani azt, amit ő megígért a maga idejében. És olvassuk is, hogy teljesen elhitte. Tehát kétszer olvassuk azt, hogy erős volt a hitben, és a kétszeri erős hit elvitte őt a teljes hithez. És a teljes hit az, amikor Isten megcselekszi az ő beszédét, amikor az ember a teljes hithez jut. És azt mondja, teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Na innentől kezdve azt mondja, ezért iratott meg, hogy nem csak ő érte iratott meg, hanem mi értünk is. Tehát, hogy mi is ezt átlássuk, megértsük, átgondoljuk, az elménkkel kezdjünk valamit, helyesen álljunk hozzá dolgokhoz, megtanuljunk bizonyos dolgokra gondolni, bizonyos dolgokra nem gondolni, megtanuljunk
dicsőséget adni Istennek, magasztalni őt akkor is, amikor nem látjuk az ígéretek megvalósulását. Ugyanezt mondja egy kicsit másképpen a zsidókhoz írt levél 6. fejezet 12. verszaka. Itt azt mondja, ne legyetek restek, tehát lusták, hanem követői legyetek azoknak, akik a hit és a békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Tehát Isten azt akarja, hogy ne csak benned legyen az ígéret, amikor ő átadta nekünk a szavát, hanem azt akarja, hogy konkrétan megvalósuljon, tehát örököljük az Isten ígéretét, és ehhez viszont a hit mellett békességes tűrésre van szükségünk. A békességes tűrés azt jelenti az eredeti görögben, hogy hosszantartó, tehát hogy egy olyan fajta türelem, amikor az ember a nyomások és a terhek alatt megmarad hosszú időn keresztül, és békességben van belül az ember. És ezért olvassuk azt itt, ugyanitt a 15. verszakban, hogy eképpen békességes tűrő lévén Ábrahám megnyerte az ígéretet. Tehát ha csak hitünk van, de nincs bennünk békességes tűrés, ettől nem fog megvalósulni az ígéret. Az ígéret megnyerése attól van, hogy az ember a közte levő időben, hogy megkapta az ígéretet, és amíg meg nem valósult az ígéret, a köztes időben megmarad béketűrőnek. És így valósult meg az ígéret Ábrahám életében is. És még egyet befejezésül, bár nem tudtam elmondani teljesen, de még egyet hadd mondjak el befejezésül, ugyanitt a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében, ami nagyon fontos, hogy miközben az ember békességes tűréssel várja az ígéretek megvalósulását, kell tennünk egy biztos dolgot, mindenképpen tennünk kell. Azt mondja a 10. fejezet 22. verszak, járuljunk hozzá igaz szívvel, tehát nekünk vigyáznunk kell a szívünkre, hogy igaz szívünk legyen, tiszta szívünk maradjon közben. Utána azt mondja, a hitnek a teljességével, tehát látod, ahogy Ábrahámnál is az előbb láttuk, hogy teljes hitre jutott, és azt mondja, hogy így menjünk ő hozzá a hit teljességével, tehát hogy nem hiányzik egy kis apró dolog sem a hitünkből, és azt mondja, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől, tehát a lelki ismeretünk jelezni fogja, ha valami rossz a szívünkbe, valljuk meg, mondjuk el az Úrnak, hogy ezt rosszul csináltuk, tehát tisztítsuk meg a szívünket, hogy jól működjön a lelki ismeretünk. És azt mondja a 23. verszak, tartsuk meg a reménységnek megvallását tántoríthatatlanul. Tehát akármin is megyünk keresztül, a reménységünknek azt, amit várunk, hogy Isten megtegyen az életünkbe, azt viszont tántoríthatatlanul, szilárdan, meggyőződve mondjuk ki az Isten szavát. Mondjuk azt, hogy meggyógyultam Jézus sebeiben, Jézus sebeivel, vagy áttörés fog jönni az életemben, megőriz az Úr ezen, mert átvisz a síralom völgyén, de utána örömöt fog nekem adni, és nem fogok meghalni, hanem élni fogom, és hirdetni fogom Isten igazságait. Tehát, vagy hogy kiszabadít az Úr, mert ő szabadító Isten, mert meg van írva, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megszabadul. Tehát mindenkinek az életében ott kellene, hogy ezeket az ígéreteket összegyűjtse, és utána, amíg meg nem valósul az áttörés az életébe, addig tántoríthatatlanul az ember a reménységét vallja meg. Ne a reménytelenségét, ne azt mondja az ember, hogy hát ez úgyse fog sikerülni. Á, én eleget vártam, ez biztos nem fog összejönni. Nem ezt
Ilyet nem is szabad az embernek kimondania, hanem az, hogy meggyógyulok, megszabadulok, áttörés fog jönni, meg fogom tapasztalni az Úr jóságát az élőknek a földjén, meg fogom élni, meg fogom tapasztalni. Tehát ezt kell megőrizni az embernek tántoríthatatlanul, mert azt mondja, mert hű az, aki az ígéretet tette. Tehát amikor az Úr ígéretet tett, ő hűséges az ígéretéhez, meg fogja valósítani, és mi ezért maradunk meg az ígéretek tehát a megvallásában, mert Isten a garancia, hogy ő hűséges az ígéretéhez, és ha ő ígéretet tett, biztos, hogy azt teljesíteni fogja. És utána úgy folytatja, ügyeljünk egymásra, a szeretetre, a jó cselekedetekre való felbozdulás vége. Tehát őrizzük meg a szeretetet a szívünkbe, mert Isten a szeretet által munkálkodó hit fog bennünket bevinni ebbe az egészbe. Ha csak hitünk van, de nincs szeretet, akkor hatástalanítjuk a hitünket is. És azt mondja, mivel ilyen ígéreteink vannak, mondja Pál apostol a 2 Korintus 7.1-ben, azt mondja, milyen ilyen ígéreteink vannak, szeretteink, tisztítsuk meg magunkat minden testi és szellemi tisztátalanságtól, és Isten félelmében vigyük véghez a mi megszentelésünket. Tehát Isten azt akar, hogy közben, ahogy telik az idő, nem megromoljunk, hanem egyre szentebbek legyünk, egyre jobban meg legyen tisztítva az életünk, egyre jobban igazodjon az életünk az Isten igéjéhez, és a többi, és a többi. Tehát, és dicsérjük az Urat, ahogy Dávid mondta az 56. Zsoltárban, dicsérem az Urat az ő ígéretéért. Tehát azért volt Dávid is a hitembere, azért valósult meg egy csomó ígéret az életében, mert amikor nem látta, hogy jó fog következni, akkor is tudta dicsérni az Istent, és tele van a Zsoltárok, tele vannak ilyen igékkel, mondatokkal, hogy dicsérem az Urat, dicsérem, én akkor is téged foglak dicsérni. Még ha az egész világ összeomlik, akkor is téged foglak dicsérni. Még ha ellenem támadnak, akkor is téged foglak dicsérni. Még ha jönnek a gonoszok, hogy a testemet egyék, akkor is téged foglak dicsérni. Tehát nagyon fontos, hogy ezt megőrizni, hogy miközben az ember várakozik az Isten szabadítására, az ígéretének a megvalósulására, hogy megmaradjon az embernek a megvallása, megmaradjon a dicséret, hogy Isten tudja az ember szívből dicsérni, és ahogy azt mondja a 130. Zsoltárban, várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéreteiben. Tehát, hogy Dávid is ezt mondja el, meg mások is ezeket mondják a Zsoltárokban, hogy rátámaszkodok Isten ígéreteire, mert meg fog valósulni, és várni fogok, és várakozni fogok, béketűréssel, és teljes hittel, és szeretet által munkálkodó hittel, de ez meg fog valósulni az életemben. Tehát köszönöm, hogy meghallgattatok, köszönöm, hogy itt voltatok velem, és fogom folytatni a bibliai proféciákkal, a várakozással, és ezzel kapcsolatos igazságokat, most az ígéretekre tértünk ki, és hogy hogyan kell viszonyulni az Isten ígéreteihez. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!